Ő a Mondó Márton, még csak 21 éves, és már is sikeres üzletember, YouTube milliárdos. Felcsinált önmagát, és ami a legfontosabb, független maradhatott, saját irodája lett, és felmászott az influencerek hátán, hogy megélhet és csináljon belőlük saját magának. Szeretnéd megtudni a titkait? Szerencséd van, most betekintést nyerhetsz a világ leggazdagabb emberének mindennapjaiba, hogy megtud, miért nem lehet soha annyira gazdag és sikeres, mint ő, főleg nem ilyen fiatalon. Bújj beljebb, gyere közelebb, és szagolj bele abba az életbe, melyet soha nem élhetsz. Nézd meg, milyen az igazi nagyobb élete. A sorozatot támogatja a Nemzeti Influencer Marketing Fórum, Ninfo, mert minden emberben megbújik egy reklámfelület. Everything will be alright. Cause there's a gossip saying, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish that you're here, but you're not. Na végre itt vagy, hol a faszba voltál eddig? Mondtam neked, hogy siessél! Gyere gyorsan! Menjél! Befelé! Nem véletlen mondtam, hogy gyere ide! SOS! Rögtön! Hol a faszba voltál eddig? Itt várok rád már 10 perc, nem veszed észre, hogy mennyire nagy probléma van? Fél órányira lakom. Nem vélet, fél órányira laksz. És miért nem lehet ezt lerövidíteni? Oké, 15 perc, itt ülök, és aggódom. Fel vagyok baszva, fel vagyok kurva. Bazd meg. Mit mond neked az a név, hogy Cukcsi Gané 12? A világon semmit. Semmit. Szar ez a hét. Ezzel is hívtak ide. Az előző héten visszatértünk, ugye? Belemarkoltunk az izgalmakba, majd ez a hét újra egy szar lett. Először is kihátrált a Revolut. Vírus helyzet meg ilyenek hivatkozva. De ez még csak haba tortán. Vagy bocsánat, piskóta tortában. De itt jön a haba tortán, Cukcsi Gané 12. Egy nézőm küldte e-mailben. Ezért hívtak ide, mert baj van. Megsértett a kurva anyjába. Meg vagyok, bazd meg. Hát ez mi a fasz? Küldte egy nézőm e-mailben, mondta, hogy ez nagyon brutális lesz, kivágta azt a részletet, amiben megemlített engem. Ül a csávó, nézd meg, ül a csávó, ilyen igénytelen környezetben, WC-papír meg a faszom, erre a következő történik. És ez mi a fasz? Hát föl vagyok baszva, hogy ez megtörténhet. Láttam a Famédnétől Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem. Azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem. Azért az sem rossz, de szerintem normális az ilyen ember? Hát... Most komolyan. Tehát kezdjük ott, hogy miért kell megemlíteni alapból a nevemet. Tehát vannak ilyen égők, ezt lehet látni. De kéken szoktak világítani általában. Ezzel most mi a probléma? Ezt néztem már legalább egy 15-ször újra, és nem hiszem el, amit hallok. Láttam a Famédnétől Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem. Láttam a Famédnétől Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem. Nem tudom, mi gondolod. Szerinted ez... Te ezt is szó nélkül tűrnéd? Nem véletlen küldte el az egyik nézőm. Azt mondta, hogy ezen biztos, hogy föl fogom baszni az agyamat. Hogy lehet így beszélni? Miért color shamingeljük a másikat? Én ezt nem tudom fölfogni agyilag. Éppésszel. Józanésszel. A fejemben. Color shaming. Oké, neked az a jó, neked az a kedvenc színed, de most oké, most azt se nem tudom, miről szól, de lényegtelen, nem az a lényeg, hogy miről csinált a videót, hanem ez, hogy itt így külön megemlíti, hogy nekem kék fények vannak a háttérben, és hogy ez mondjuk ez nem tetszik neki annyira, mint a zöld. De és ez már a nem tudom, hanyadik ilyen egyébként, hogy megemlítik a nevemet csak úgy videóban, valamivel kapcsolatban. Nem tudom, ez hanyadik ilyen? És már ott vagyok, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni egyszerűen. Ezt már nem lehet így szó nélkül hagyni.
Már sokszor megtörtént, és fölbasz egyébként, hogy ez így megtörténhet. Úgyhogy... Valamit tegyünk ellene. Ezért hívtalak ide, hogy valamit te tegyél ellene. Mit? Én? Te. Igen. Mit? Hát arra gondoltam, hogy... lehetne egy plusz munkád, hogyha benne vagy. Itt van Cukcsika 412. Láttam a Famintmaker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem. Mit képzel magáról? Mit képzel magáról? Utálkozó kis geci. Kis fattya kurva anyjába, bazd meg. Hogy beledöfném a kurva retkes faszát, bazd meg. Mit képzel magáról? Láttam a Famintmaker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem. Ott van neki! Ha ennyire kell! Ott van! Minden szín egyszerre! Minden szín egyszerre! Nem lehet egy nyugodt napom! Nem lehet egy nyugodt napom! Ezért egy ide kell hívjalak, hogy új munkát adjak neked, hogy kutasd föl, hogy hol lakik, írjál rá az ismerőseire, Facebookon zaklasd a családtagjait, kutasd föl, hogy hol lakik, honnan csinálta, hol van az a kurva WC a WC papírral. Kutasd föl ezt a csávót, menjél oda hozzá, és a nap 24 órájában videózd, amit csinál, titokban, és hogyha valami kompromitálót találsz róla, akkor azzal fogjuk zsarolni. Ez lesz az új munkád. Ezért hívtalak. Mit mondasz? Elvállalod? Fizetésre, mert azt ne is hozz föl, tudom, hogy neked ez egy ilyen, nem tudom, szívügyet, hogy pénzt akarsz keresni, vagy... Én nem is értem egyébként ezt a mentalitást, de nyilvánvalóan oké, majd lesz fizetés, jó? Megnyugtatlak, majd valamikor ki lesz fizetve ez az egész. Na, odamész? Megcsalod? Tudod, egy kicsit blackmail-eljük. Hova? Ezt kutassad ki? Ezért hívtak, hogy kutass ki szépen. Uh-huh. Én bízok benned is, számítok rád. Bízhatok benned is, számíthatok rád. Jó? De nem biztos, hogy el tudom ezt vállalni. Miért? Mi nem tud elvállalni? Meghallgassuk még egyszer? Hogyha ezt téged nem idegesít fel, akkor nem vagy a családtagja. És tudod, mi az egyik legszomorúbb, hogy pont előttünk lett öngyilkos az, aki ezt el tudta volna intézni. Vágod? Ezért teket kell elintézned. Most bebizonyíthatod egyébként, hogy képes vagy ilyeneket tenni a családért. Na, jól van akkor. Induljál. Szép munka. Jó, rendben van. Hello. De nem. Hm? Nem vállalom. Akkor gyere szépen, hallgassuk meg még egyszer. Láttam a Famintmaker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. De ez nem karácsonyfa égő. Szerintem a zöld a szem. Ez nem karácsonyfa égő. Ezt fogja már föl. Ez nem karácsonyfa égő. Nem tudom, hogy most melyik a jó szó erre. Sokkolva vagyok? Csalódtam? Fel vagyok háborodva, feldult vagyok. És ezek egyébként terjednek az ilyenek, akik így kimondják a nevemet, és nem is még csak, hogy... Fék, így van. Te tudod, hogy mit kell, ilyenkor mondani, rémhírterjesztők. Akkor miért nem vállalod, hogyha ennyire ott vagy a témában? Ezt mondd el nekem. Annyit kéne, odamész, megtudod, hogy mit Cukcsiganénak az igazi neve, az is lehet, hogy ez. Én nem mondom, hogy nem. Megtudod, mi ez, azt odamész, és megbaszod az anyjába, geci, megbaszod. De nem ténylegesen megbaszod. Lehet élvezni a kis buzerást, látod rajta. Nem, odamész, és megbaszod digitálisan, blackmaileled a családját, ráírsz. A családtagjaira, ha van barátnője vagy pasi, akkor arra, azt mondod nekik, hogy mostantól az enyém vagy, bazd meg, anonim profilokkal szépen megcsinálod, odamész ezzel a kamerával, és ezt a kamerát szépen belenyomod a tökébe, miközben maszturbál, és utána elküldöd neki, hogy neked föl van véve, aztán akkor pofázol, hogy a karácsonyfa égőim azok szarok. Így van! Jó! Tüsszentés meg kölgés! Tüsszentés! Ez a vírus helyzetre való tekintettel. Famintmaker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben. Nézd meg, már széttörte vele. Három ilyen műanyag villát aprítottam szét idegességembe. Igen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szem.
Láttam a Famid Maker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Hát azért az sem rossz, de szerintem a zöld a szebb. Láttam a Famid Maker Marci egyik videójában, szerintem... hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa. Na, segítesz nekem, barátom. Engedd el a utálkozókat, és csak a pozitív dolgokra gondolj. Ez irigy, nem? Irigy? Az ilyen irigy? Irigy. Ugye? Hát, kicsit. Utálkozó irigy. Barátom, nem. Te mindig itt vagy nekem, amikor kell. Menjél, légy szíves, és csináld meg, amit mondtam. Ezt a munkát. Ezzel fogod bebizonyítani ténylegesen, hogy... Csak ne foglalkozz vele. Nem fogok, hogyha ezt megteszed nekem, amit kértem. Jó, szépen utadra engedlek, keresd meg, hogy hol lakik, más IP címről nyilván ne tudják hozzám visszakötni. Jó van, haver, jó fej vagy, kösz szépen, én is megtenném érted, jó fej vagy. Sztaláld meg ezt a kis gecit cukcsiganét 12-t, az basszad szét a kurva Isten faszába, bazd meg. Basszad szét a gyereket, jó? Ugye? Hacker nem tudsz lenni, de legalább troll simán. Na, mehet szépen. Hello, szia, jó fej vagy. Ugye bízhatok benned, elvállalod? Nem. Gyere vissza. Most akkor ezt nem fogod elvállalni? De nem szeretném. Melyik részé van a probléma? Az elvállalás rész. Az egész? Hát igen. De mi lenne akkor, hogyha szépen rájönne az ismerőseire, megtudnád, hogy hol lakik, vagy onnantól kezdve a kamerával zsarolnád? Honnan tudom meg az ismerőseit? Először is, mondjuk bárhogyan ez lenne a feladatod, írsz neki egy rajongó üzenetet. Bármit meg lehet ilyenkor csinálni, érted? Bármit kitalálhatsz. Szabad kezet kapsz, én nem fogom izé megkötni a kezedet ilyen fasságokkal. Alkotói szabadság. Neked ezt tudom, hogy fontos. De nem? Off, nem vállalod? Nem. Mindegy, akkor viszont ténylegesen megpróbálok valami megoldást találni, mert úgy látszik, hogy az, akiben a legjobban bíztam, serbe hagyott egy ilyen nehéz időszakban, amikor megbántottak, megsértettek. A jogi lépések útjára kell terelnem ezt a dolgot. Meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket. A család fog ebben segíteni akkor nekem. Bár eddig téged is annak gondoltak, de kiderült, hogy csak a mostoha fiam vagy. Sajnálom. Hello! Szia, hello, igen. Igen, én vagyok. Na, igen, Amondo. Szia, igen, hello, szia, igen, én vagyok Amondo. Szia, hello, igen. Szia, uram. Na, igen. Jó, mondom gyorsan, oké? Okay? Szeretném föltartani. Arról lenne szó, hogy említetted a jogi védelmet abban az esetben, hogyha szükségem lenne rá, amennyiben az lehetséges nem részletezni, hogy miért, de egy találkozót össze tudnál hozni az ügyvéddel, akiről beszéltünk. Hát igen, komoly az ügy, ebből lehet egy komoly jogi procedúra, akár úgyhogy szerintem nyert ügyünk van, mindenképpen egy szükséges lépés, meg kell tenni. Igen, velem kapcsolatos, igen, hát nem tudom, a humiliated nevű angol kifejezést ismered, de megaláztak, porigaláztak. Szeretnék az ügyvéddel egy találkozót velem megbeszélni a részleteket, amennyiben ez megfelel. Lehetséges esetleg. Oké, megjegyzem. Megjegyzem a címet. Jó, köszi. Aha, nagyon jó, köszönöm szépen. Az Ildinek izék, küld az e-mailt az Ildinek, majd az Ildi tudja. És a Revolut helyett van már valami? Az se rossz. Majd valahogy beadom nekik, hogyha a kaja rendeléssel támogatják a munkámat, jó? Majd valamit kitalálok, persze. Ahogy megbeszéltük. Köszönöm szépen. Nem, köszönöm szépen, tisztellek, fater. Na jó van, papi, majd dumálunk, papikám. Rendben van, papító. Hello, szia. Jó. Megyünk találkozunk ügyvéddel. Ő megold majd mindent. Elmondjuk neki, hogy mi történt. Érteni fog ez szerintem a helyzetet. Nem az első ilyen. Kicsit valami mást. Videózz valami mást. Legyél el. Jó? Videózz valami mást. Na, videózz tényleg van. Jó. Gyere.
kurva retkes faszát az ilyeneknek. Meg kell tanítani őket kesztyűbe dudálni. Dudáljanak kesztyűbe! Te vágod a dörgést, haver, nem? Te vágod a dörgést. Dudáljanak kesztyűbe. Na gyere! You can see my unbeating. Well, you can see through my head. But I'm telephone, or I'm not beating. Így érzem magam, konkrétan. Ilyen érzésem van. Mint hogyha átbaszott volna mindenki. A világ ellenem van. Kurvára meg vagyok sértve. Vérig vagyok sértve. Mielőtt jöttél, kiírtam egy bejegyzést, hogy abba hagyom a videózást. Mit gondolsz, hiba volt? Hát lehet, hogy elhamarkodó mentés volt. De te nem láttad azt, amit én láttam. Ott volt Cukcsigané 12. De láttam. Bele nem láttad úgy, ahogyan ezt én láttam. Az, mint aki a képenbe nevetett volna. A saját mocskomba fürdök. Amióta ezt láttam. Fájt! Értesz, fel tudod te fogni, hogy milyen az, amikor megsértenek? Ez komoly a dolog. Ez nem izé. Verbális inzultus. Szólásszabadság ide vagy oda, de azért vannak határok. Határok, amiket nem... Tehát, hogy oké, neked ez a kedvenc színem. Oké, neked az a kedvenc színed. Engedjük el. Épp az a lényeg, hogy mindenki különböző. Mindenki másmilyen. Én is másmilyen vagyok, te is másmilyen vagy, de nem küldelek el a kurva anyádba, hogy mekkora buzi fejed van már. Pedig megtehetném, mert tényleg kifejezetten idegesítően lányos kinézeted van. Megtehetném, de nem teszem meg. Nem mondom rád azt, hogy mint a hugomnak a ruhatárából válogattad volna a ruháidat. Tényleg mi vagy te, bazd meg? Barbie baba? Fasz meg. Ezt nem mondom rád, mert ez parasztság. Te is olyan vagy, amilyen, és én így tisztellek. Tisztellek, kimondtam. Tisztelek, haver. Pajtikám. Jó van, haver. Jó van, haver. Csak néha elgondolkodom, hogy... Ha rád nézek, akkor valójában... Mennyire lenne buzis rád mászni, hogy ez heteró lenne, mert a kinézetedből nem tudom megállapítani. De mindegy, ezen térünk, tényleg ezen most menjünk tovább, mert nem az a lényeg, hogy te hogy néz, nem az a lényeg, hogy ki hogy néz ki, épp ezt akarom neked elmondani. Ordíthatok úgy, hogy akarok, üvölthetem az üzenetet, de nem fogják felfogni az emberek, hogy fogadjuk már el a másikat, és elég ebből, hogy másokról beszélünk. Elég ebből. Még csak nem is sörözött velem. Nem is ittunk meg együtt sört. És ez fáj igazán, ez fáj a legjobban. A kis pocokfejű geci. Ott röhögött a videóban, miközben ecsetelte, hogy mennyire szar vagyok. Mennyire szar vagyok. Ennyit hallottam benne. Hogy röhög rajtam. Röhög rajta a kis pocokfejű nyomorék csicskagyász gyerek. Láttad, milyen dagat volt az a csávú? Nem tudok beszélni! Dolgom van! Nem fogják föl, hogy milyen nehéz ez a közszereplő élet, és miért nem tudnak magukkal foglalkozni. Foglalkozzak magukkal, nem őriztünk együtt. Tyúkot. Jó, nem hagyom abba a videózást. A nézőimért. A nézőimért. Majd kiírok valamit. Nem hagyom abba. Folytatom pont azért, hogy megmutassam az ilyeneknek, hogy pocokfejű dagadékok. Beszéltél már ügyvéddel? Mit mondjak neki? Ciao, span. Hello, batya. Batyukám. Vagy mondjam azt, hogy jó napot kívánok, és akkor mutatkozok be, hogy Amondó Márton, hogy kicsit komolyabbnak tűnjek. Akkor a második. A második? Batyukám. Akkor a harmadik. Jó. Hivatalos bemutatkozás. Volt már ilyen, többször megcsináltam. Hát ez a cím. Ajaj. Bazd meg. Itt vagyunk. Újra itt vagyunk, vágod?
Azóta rájöttek már szinte, hogy mi történt, megtalálták? Nem tudom, én sem tudom. Mi a fasz lesz. Kurva élet. Képes vagy rá, meg tudjuk csinálni. Jó? Fontos. Most nem azért vagyunk itt, hogy megöljenek minket. Most velük vagyunk. Ez a mi helyünk is most már. Nem gondoltam volna, hogy valaha visszajövök ide, basszus. Meg kell tenni. Meg kell tenni. Mondjuk sejtettük volna, hogy itt valami infós dolgok vannak, hogyha idehozott minket a csávó. Nem is jött ide. Nincs is itt a csávó. Menjünk. Hello! Jó napot! Üdvözlöm! Jó napot! Persze. Elnézést kell, csak van egy ilyen semmi rituálénk, amit itt... Na, semmi baj. Nagyon aggodalmasnak tűn már a telefonban is. Itt meg aztán pláne, miben tudok segíteni? Hát... Ide, nyugodtan. Jó, meg onnan megyek. Oké. Köszönöm, hogy időt szakítunk egymásra. A helyzet, bocsánat, kizökkentem itt a... Olyan megindító ez a hely. Mint hogyha évtizedekre visszanyúló múltja lenne. El tudom képzelni, hogy itt embereknek ment tönkre az életem. Bocsánat, nem ez a lényeg. Amiért itt vagyunk, az a helyzet az, hogy meg szeretném tenni a szükséges jogi lépéseket, és hát önt javasolta, tudja, hogy ki. Igen. És amiben tudok, segítek is. Az a helyzet, hogy meg vagyok sértve. Ez nagyon komolyan hangzik. Miben tudok konkrétan segíteni? Mivel? Ne zavarja, én csak csinálom egy ilyen kicsit halkabban létszi beszélgetnénk. Szóval, hogy ne zavarja, hogy csak egy ilyen dokumentum, nem lesz benne sehol, majd aláírjuk a dolgokat. Az a helyzet, hogy megsértettek, nagyon. És ez nekem rosszul esett. Megsértett egy Cukcsigané 12 nevű felhasználó YouTube-on. Ilyen névvel tuti valami komoly lehet az ügy. De hol jövök én a képben, miben tudok én segíteni? Hát meg szeretném tenni a szükséges jogi lépéseket, mert megsértett Cukcsigané 12. Ahogy ezt... Oké. Jelentősen beljebb vagyunk akkor, igen. Jogi úton rendezni ezt a dolgot. Jó. Színe. Mi az a konkrét eset, amiből a feljelentést meg szeretné tenni? Hát az egyik nézőm küldött egy e-mailt, amiben van egy jelenet, amiben Cukcsigané 12 színekről beszél, és inkább tudja mit, uram, megmutatom. Papizásnál már vagyunk? Jó van, papikám, megmutatom akkor. Az a helyzet, hogy itt van a jelenet, ezt egy nagyon-nagyon jófej nézőm elküldte, mindig elküldi azokat a dolgokat, amiken meg lehet sértődni, főleg akkor, hogyha én is benne vagyok valamilyen szinten. 11 másodperc, ezt szeretném, hogy erre tegyünk valami jogi lépést meg. Láttam a Fanbeanmaker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak. Na most ez mi? Tehát azért ez röhelyes, hogy itt most color shaming-el engem. Csak azért, mert nekem kék.
és ezt külön meg kellett neki említeni az én nevemmel összekapcsolat. Tehát egyrészt én adtam engedélyt, hogy megemlítesse a nevemet videóba. Nem. Nem történt meg. Nem kért előzetesen engedélyt. Egy, ez rágalmazás 2, becsületsértés 3, rémhírterjesztés 4, mert nem karácsonyfa izzók, fake news 5. Tehát itt már 5 pontot erre, és ez csak 11 másodperc. Nem néztem meg az egész videót, ki tudja, miket találnánk ott, de nem is lényeges, mert ez alapján már 5 dolgot is lehetne Cukcsigani ellen felhozni, és szerintem meg, tehát hogy azért vagyok itt önnél, hogy akkor segítsen benne, vigyük végig a procedúrát, ez önnek is megéri, mert a végén nem csak, hogy az ügyvédi költségeket kifizeti, de még egy picit még azért ott valamit kiharcolunk, mondjuk mit tudom én, törölje le a csatornát, plusz mondjuk a háttérben látható ingatlant valahogy vegyük el tőle. Mm-hmm. Csináljuk ki a csávót. Kezdjük az elején. Menjünk végig a pontokon, hogy mik a vádak Cukcsidani felé. Ő volt az, aki vádolt engem. Igen. Megvádolt. A más színű jégőkkel kapcsolatban. Azt mondta, hogy karácsonyfadísz, egy, majd utána egy összehasonlításba helyezte, hogy a kék versus zöld. És a zöld volt a jobb, és a kék a rosszabb, és nekem pont kék van. Ilyen kontextusba hozott föl. Manipulálta az embereket ellenem. Az a baj, hogy a jelenlegi magyar törvények alapján és a YouTube felhasználási feltételei alapján ez még nem büntetőjogi tétel. Most mit akar mondani ezzel? Bármennyire nem szimpatikus az a vélemény, amit ő megfogalmazott, megteheti. Nem tudok sajnos jobbat mondani, ezen kívül, hogy megteheti. De most várjunk egy picit, álljunk meg. Most arról van itt szó, akkor ezt most hagyj vegyem át, vegyük át még egyszer az egészet, jó? Vegyük át, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, szerintem az volt a probléma, hogy rosszul fogalmaztam. Tehát van itt ez az ember. Igen. Közszereplő. Igen. Hogyha már föltette, akkor az, nem? A YouTube-ra. Nyilvánosan elérhető, ahogyan a nevemet bemocskolja. Igen. Megteheti. Továbbra is. Hamis állításokat mond. Plusz utána elkezdte az általam preferált kék színt hátrányban részesíteni a zölddel szemben. Valamit csak tudunk tenni ellene. Tehát nehogy már így működ. Magyarország ilyen 2020-ban. Így működik 2020-ban, szerintem vannak határok, amiket nem léphetünk át. Sajnos, vagy nem sajnos, ezeket a határokat ő még csak nem is lépte át. Most ez egy szubjektív megítélés. Azt hittem, hogy mi egy hullámhosszon vagyunk. Ugyanaz a család tagjaiként nőttünk föl, két dinótojás, puty-puty, kipottyantunk. Azt hittem, hogy egy kottából játszunk. Most ahogy már azt mondta papikám, hogy nem tud ezt megcsinálni nekem. Én is megtenném, érted? Most kézzel, jó, csak szinte fordítsuk meg a helyzetet, fordítsuk, szerintem nem, az a baj, szerintem az a kibaszott nagy probléma, hogy itt nincsen átérezve a probléma. Ez a kibaszott nagy probléma. Fordítsuk meg a helyzetet. Önről, rólad, papikám. Csinálnak egy olyat, hogy melyik a kedvenc szín? Nekem a zöld. Hú, de szar az a szín. Utálom azt a szín, te karácsonyfa égőfejű parizer. Na most mi van? Megteszed ellenem? Megtehetnéd? Megtehetném, de miért menjek bele olyanba, aminél csak fölösleges munkát csinálnék magamnak, ugyanis a törvény is úgy szól, és a YouTube felhasználási feltételei is úgy szólnak, hogy ez egy számomra nagyon ellenszenves vélemény, de attól még csak egy vélemény. Most akkor ezek szerint szabadon bárki bármikor kimondhatja azt a nevemet, amit a nyilvánosságban használok, és mondhat róla véleményt is, akár. Nem muszáj törvényes keretek között mozogni. Értik egymást, nem? Úgy értik egymást. Értem. Igen. Ez mindjárt máshogy hangzik. Találjuk ki, hogy hogyan lehetne úgy azt a gyereket kicsinálni, hogy talán vagy mást. Meg vagyok sértve, és ezt így nem hagyhatjuk. Tehát ez eléggé fájt nekem. Mit tudom én? Mondjuk szálljunk valami másról, biztos, hogy nem volt tiszta lelkű egész életében. Biztos, hogy van valami a múltjában, amivel lehetne zsarolni, érted? Legyen ráküldjük őt, csináljunk róla a felvételeket, megzsaroljuk, és akkor utána azokkal, amiket találtunk róla, azokkal majd betereljük. És akkor valahogy a része lesz az is, hogy törölje ezt a videót. Amit nem tudom, hogy mi, mert csak ezt a részletet láttam, de hogy nem szabad ez nyilvánosságban, mert ez rontja az imidzset. Milyen értelemben rontja az imidzset? Az imidzset.
Ha már így tegeződünk. Megmondom, papikám. Az van, hogy kék szín van a háttérben a videóimban. Kék. Na most, hogyha ez olyan kontextusban merül fel, ahol a kék szín az valami alá kerül, egy másik szín alá, az egy olyan képet ültetett el az emberek fejében, hogy egyszerűen sértő. Rám nézve. Az ezzel a baj, hogy én értem a problémád. Értem, hogy nem értetek egyet. Csak sajnos meg van kötve a kezem. Ugyanis ezt a jog nem tudja értelmezni, hogy ti nem értetek egyet, és más az ízlésetek. Wow. Mi most mi? Meg van kötve a kezem, és elfogytak a lehetőségeim ez alapján, amit mondasz. És akkor most mit csináljuk az érzéseimmel? Ki fogja ezeket nekem igazolni? Most az, hogy rosszul érzem magam, az nem elég? Láttad Cukcsika 412-t, még csak meg sem érintette a dolog. Igen, teljesen szemtelenül. Én ezt nem így fogtam fel ezt. Én azt hittem ez az egész, hogy hol a safe space? Mi a probléma? Van valami baj? Elsőre most én csak az jutott eszembe, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy mintha valami rohadna itt. Aha. Galambok. Van egy galambfészek fönn. Igen, most így mond. Én is érzem, hogy valami nem kóser itt. Hát galambok. Biztos valami galamb tetem lehet. Szóval... Térünk vissza. Az a lényeg, hogy megoldást kéne találni. Fáj. Tehát, hogyha én most fizikailag megcsiplek. Igen. Az fáj. Az ellen te már fel tudnál lépni, mert fizikailag bántalmaztalak. És a verbális inzultus ellen nem tudok fellépni? Továbbra is az a baj, hogy ezt a te személyes sértettségedet a jog nem tudja értelmezni. Akkor, de én, aha, a jog nem tudja értelmezni. A jog az bekaphatja a faszomat. Megmutatom neki, kiveszem az acsim. Azt lecuppantatja. Ezzel nem önt szerettem volna minősíteni. Tudja, hogy én mennyire tisztelem a munkájukat. Én is ilyen úgy manipulálom az embereket, és ugyanazt csináljuk lényegében, csak én a nézőimet. De van, aki tudja értékelni, hogy én meg vagyok sértve ezek szerint. Csak az nem a jog. Igen, mint magánember minden egyes problémáját természetesen megértem, és... De ez, most őszintén, ön szerint ez, tehát ez eléggé fáj. Maga a sértettség teljesen jogos. Hogy képzeli, hogy színek között megkülönböztetést tesz, tehát ilyen nincs. Nincs. Csak ha most ügyvédfejjel gondolkozom. Minden szín egy forma. Igen. Ilyen szép idealista mondat. És ezt a jog is, a jog mezején sem tudunk hová lépni. Viszont nagyon furcsa lesz, amit én most az ügyvédi minőségemben mondok, hogy van arra mód, hogyan intézzük. Igen. Családon belül? Családon belül. Megvannak erre az én megfelelő ismerőseim. Igen. Intézzük el egyszer és mindenkorra. Intézzük el. Ha már így nem sikerült jogilag megegyezni, akkor... Természetesen az ölelést, azt mindenki. Veregetsz egy kicsit a hátamra. Köszi. Természetesen. Mindenben segítek, amiben tudok. Nem ülünk le egyszer sörözni. Mint ügyvéd a családtagjával. Én is adok kettőt, hármat. Megoldható lesz. Jó. Beszéljek a kontakttal. Jó. Beszéljek a kontakttal. Mindenképpen. Lesz megoldás. Menjünk, jó? Menjünk innen. Biztos sok dolgod van, nem akarunk feltartani. Köszi. A kontaktot azt a Ildin keresztül intézzük, jó? Jó. Mindenképp. Megbeszéljük hamarosan. Megbasszuk a csávót, jó? Így van. Ilyet nem tehetnek meg velük családtagokkal. Menjünk vele. Unalmasak ezek az ügyvédek, bazdmeg. Megyük a faszba. Átküldték a kontaktot. Nem tudom, hogy ő mit fog tenni.
milyen szolgáltatásai vannak. Szia, én Amondó Márton vagyok, álnevem is van, igen, a Zuzmara 2 az álnevem, és a kódja ennek a beszélgetésnek, hogy ne lehessen lenyomozni, az, hogy még sosem kéregettek tőlem a Blahán. Uh-huh. Ezt mondták, hogy ezt írták nekem SMS-ből, hogy ezt mondjam. Van egy ügy, amiben a segítségedre lenne szükségem. Igen. Igen. Hát egy olyan varázstrükkre lenne szükség. El kéne tüntetni valakit. Igen. Én csak a nevét mondom el. Mindenképp a részletekkel kapcsolatban. Csak a nevét mondom el. Diszkréció nekem is az első. Jó? Cukcsigané 12. Cukcsigané 12 a célpont. Hogy? Nekem azt írták üzenetbe, és azt mondták, hogy egy profival van dolga. Mi az, hogy ez nem elég információ? Aha. Akkor betűzöm. Cukcsigané 12. A 12 nem betűvel, hanem számmal. Nem római szám. Így van. Jó, oké. Okay. Nem. Nem a rossz lányokon van. Nem, ez egy videó. Videókat készít állítólag. Nem tudom milyen videókat. Figyelj, ez így nem lesz oké. Okay. Jó, találkozunk, beszéljük meg a részleteket, Fetish Killer, jó? Beszéljük meg a részleteket. Nem, az nem ment. Szükségesek lettek volna azok a jogi lépések, de nem tudtam megtenni őket. Hát állítólag ez legális. Igen, hát ezért kell ilyen keretek között elintézni veled, jó? Tisztában vagyok az árral, a család fizeti, tudjuk jól, kiknek dolgozunk mindketten. Majd nekik majd szépen mondod, ki lesz fizetve minden, rendben, oké. Okay. Oké, okay, beszéljük meg nyugodtan. Én rá... Figyelj, ez sürgős. Sürgős, már rosszul érzem magam tőle. Fáj nekem. Szerintem te meg fogod érteni. Kérdés nélkül, persze. Elküldöm a koordinátákat, ahol össze tudunk futni, jó? Egy fél órán belül ott leszünk. Küldöm akkor egy ilyen Google Maps-es izében. Jó? Eldobható a telefonom, persze. Nem fog senki rájönni, hogy beszéltünk, így van. Jó, figyelj, küldöm akkor a koordinátákat. Azt majd beszélünk, jó? Elmondom akkor a részleteket. Ott senki nem lesz. Ott az egy ilyen bevált találkozási pont a családdal, jó? Jó, örülök, hogy bedumáltunk. Jó fej vagy, pirlak haver. Jó van, papikám? Rendben van, papesz. Akkor majd dumálunk, ciao, szia, ott leszek. Hello, szia. Jó van. Akkor úgy néz ki, hogy meg fogjuk ölni. Szerintem nincs más megoldás, mérlegeltem. Aztán abból akkor sértegessen majd, hogyha meg lesz halva. Na, egy fél óra múlva találkozunk a csávóval. Diszkréció minden mennyiségben, jó? Erről ne beszélj senkinek. Jó van, haver. Jó fej vagy. Bírlak. Kicsit meg rosszul esik, hogy nem vállaltad a dolgokat, de majd ezt lehet, hogy egyszer megbocsátom neked. Addig is tegyél meg mindent, hogy újra egálba kerüljünk. Jó van, haver? Bírlak, haver. Jó van. Na, menjünk, találkozunk egy bérgyilkossal. Hogy megbasznám a Billie Eilish-t? Köszi a kérdést. Figyelj, az a helyzet, hogy ez helyzetfüggő. Én ránézek Billie Eilish-ra, az jut eszembe, hogy büdös. Szerintem büdös. De lehet, hogy csak azért, mert ilyen gigantikus pulcsikban van. Nem tudom. Nézd, hogyha úgy lenne, akkor megbasznám. Nyilván nem utasítanám el, de meg kellett várni, hogy elmúljon 18, érted? Meg kellett várni, mert nem kell ilyen ítélkezés mindenkitől, érted? Billie Eilish bad guy, jön a bad guy, és betolja a büdös pulcsia alá. Miért van rajta? Vegye le! Az meg. Szóval köszi. Jó, hogy ezt megkérdezted, haver vagy. Bírlak, papi. Ja. Találkoztál már bérgyilkossal? Nem. Nekem is ez lesz az első. Milyennek? Hogy kell velük viszont... Hogy érjem el azt, hogy ne legyek célpont? Érted? Mert mindig benne van a pakliba. Mindig benne van a pakliba, hogy utána valakivel találkozik, aki engem akar megöletni vele, érted? És vajon hány embert öltek meg bérgyilkosok,
akik valójában hivatalosan más miatt haltak meg. Érted, amire gondolok, nem? Vágott papikám. Tehát arra gondolok, hogy mi van akkor, hogy egy csomó ember halálát valójában nem ilyen szívroham okozta, vagy agyvérzés, meg ilyenek, hanem tényleg oda ment egy bérgyilkos, azt megcsinálta nagyon jól. Tehát profin. Nekem egy ilyen profi bérgyilkosra van szükségem, hogy kiganézzük a cukcsit végre a YouTube-ról. Tehát itt a színeken nem baszakodunk, főleg nem most 2020-ban. Tehát, hogy ez egy legit érv szerintem 2020-ban, hogy 2020 van. Ilyet már nem csinálunk 2020-ban. Mert 2020 van! Igen! Maradj itt, ameddig kell, kövess minket le azért valahogyan, vedd fel, amit tudsz, jó? Ez fontos lesz későbbiekben. Na, adj egy ötöst. Gyerünk! Bam! Úgy bele! Gyerünk, találkozz a bérgyilkossal! Cs! Az meg ne ilyen hangosan azért, jó? Mondom egy pillanat, meg maradj itt, ezt majd kövess, amikor úgy van, jó? Csak egy idős nénit látok, az az igazság. Odaülök a találkozópontra, lehet, hogy inkognitóban van, vagy valami láthatatlan faszom, tudja miben. Nem ismerlek föl többet, jó? Nem is nézek rá. Oké. Mi a helyzet? Semmi extra, miről lenne szó végül is? Ott akartam mondani, csak... Ő nincs beszervezve, aki ott ült. Hát igen, azt mondtad, hogy valami nyugodtabb helyre hozol, aztán itt kell, akkor nem vagyunk egyedül. Nem senki lenni. Haver, papi, szólított a papinak. Papito. Szólíts, igen. Nézd. Az elnézésedet kérem, hogy egy kis közjátékért a néni nem volt beszervezve. Nem tudom, menjünk ide fel. Hogy kell csinálni, mint amikor füvet vett, és akkor pacsi közben adtam a pénzt, hogy mit csináljak? Hát az egy kicsit profiban annál. Profiban. Szerintem jobb lenne, ha bemennénk kicsit ide a elszigeteltebb helyre. Menj egy kicsit előre, mindjárt jövök, csak megnézem, hogy tisztel a terem. Örülök, hogy találkozhatunk, egy komoly ügyről van szó. Hallgatlak. Vannak ilyen elveit, hogy hogyan teszel elávoló embereket, vagy hogyan csinálod ezt? Hát van egy-két módszerem. Igen, hogy szoktad? Mennyi ideig kínzod előtt őket? Attól függ, hogy milyen súlyos, amit elkövettek ellened, és mennyire szeretnéd ezt megtorolni. Olyan vagy, mint a Dexter. Csak akkor ölsz, hogyha van rá valami okod. Olyan okot vagy adok. Akkor, hogyha megfizetik. És mindkettő lesz. Olyan okot adok, hogy a pénz az semmi nem lesz. Úgy ki leszel fizetve, mint a szar, de sokkal jobban fogod élvezni. Figyelj, arról van szó, papikám, hogy meg vagyok sértve. Megsértettek. Igen. Elég komoly ügyről beszélünk. Van egy gyerek, Cukcsigané 12 a neve, és Cukcsigané 12 közé tett egy videót, és egyik nézőm elküldte e-mailben az egyik részletét. Azt mondja benne, hogy a zöld az jobb szín, mint a kék. Igen. Ami nekem van a háttérben, tehát külön név szerint meg vagyok említve, ez fake news. Igen. Egyrészt rémhírterjesztés, másrészt becsületsértés, rágalmazás. Tehát ez rosszat tesz a brandemnek, érted, üzletemberek vagyunk, lehet így beszélni, nem? Majd várjunk meg a néni, nem a gyereket, jó? Jöjjünk meg, jó, gyerek. Kicsit, menjünk ide. Na, hát azért ennyire. Nézd, arról van szó, hogy mi üzletemberek fogjunk össze, neked van egy branded. Fetish Killer. Hát nekem van, igen. Fetish Killer néven vagy fönt, hogy jól tudom a kapcsolatrendszerben. Én Amondó néven vagyok. Más csinálunk, de ugyanaz a lényeg. Na, mondjad, mi a helyzet? Mit tudnál kezdeni ezzel a Cukcsiga nével? És ennyi az egész sztori? Mi az, hogy ennyi az egész sztori? Hát
az van, hogy van ez a videó részlet. Igen. Amiben arról beszél, hogy nekem karácsonyfa égők vannak a videóim hátterében, amik kék színben világítanak. Igen, hallgatom. És hogy neki jobban tetszik a zöld szín. És ez már okot ad arra, hogy valakit kinyíras? Nekem nem. Nem? Nem. Ő adta az okot rá, hogy nézd, papikám, arról van szó, hogy mi üzletemberek tudjuk, hogy mennyire rossz a negatív reklám. Hát, nem, ez nem reklám. Igen, és szerinted rám az milyen fényt vetne, hogyha ezért megölnék egy embert? Miért? Mi az, hogy ennyiért? Tehát itt akkor, azért, akkor szerintem a skálát azt akkor most azonnal álljuk meg pedig be. Igen. Tehát oké, van egy nagyon alsó, hogy kisbaba semmilyen büntettel, ártatlanul. Igen. Tehát, hogy az nem követett el semmit. Oké, még nem tudja, hogy mi lesz belőle, még kisbaba, most született. Megyünk följebb. Gyerek, még mindig nincsenek bűnei, bár tudjuk, hogy a gyerekek sem ártatlanok, tehát azért csúfolódnak, gúnyolódnak. Na most akkor már itt vagyunk, hogy emberölés. Amit ugye te is csinál, csak te legál. Te neked vannak mellette elveid. Ez sokkal jobb. Én ezt tisztelem benned. Respekt, haver. Köszönöm. Szóval, igen. Hogy arról van szó, hogy itt van az emberölés, erőszakolás, és akkor még van nagyon-nagyon sok ennél is rosszabb bűncselekmény, és akkor utána van az, hogy meg vagyok sértődve. Itt van fönt. És ezt ki helyezte el oda? Hogy miért helyezkedik el ott? Ki helyezte. Ennél komolyabb ügyeim is voltak már, tehát most ezért kockára vinni a bőrömet, ezért megölni egy embert, kútól munkatudott takarító brigádot hívni, stb. Semmi kockára vivés, csak annyira kérlek, hogy egy kutasd, hogy hol lakik, majd kínoszd egy picit is, utána tedd el lábadol. És ezt mind közvetítő nekem élőben, hogy lássam és élvezzem. Persze, majd skype-olunk, hogy biztos, hogy lebukhassak egy ilyen dolog miatt. Ilyen dolog miatt. Hát ide-oda visszafutok, komolyan mondom. Hát miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy családtagok vagyunk közvetve. Lehet, hogy van, még az is lehet, hogy vérszerinti családtagom van. Ki tudja? De arról van szó, hogy egy családtagot megsértenek, nem az a megoldás, hogy... Hanem az hát azért ne haragudj, hogyha a családtagom lennél, akkor ezt elintéznéd magad, tehát... Én nem intézhetem, hanem közszereplő vagyok. Én nem tudok úgy lábadul eltenni senkit, ahogyan, hát nem akarok más érteni, de ahogyan egy profi meg tudja oldani, jó? Tehát, hogy ja, mit kérsz, mit csinálok ezt, akkor vállalod? Nekem ez egyrészt ellenkezik az elveimmel, mert semmi mögöttes tartalom nincs benne kb. Más. Színek, én ismerem a munkádat, jól. Ismerem. Hát ha jól ismernéd, akkor tudnád, hogy ennél egy picit nagyobb név vagyok, mint hogy ilyen embereket intézzek el. Ismerek embereket, akik már meghaltak. Na, az a lényeg, hogy arról lenne szó, hogy akkor kiiktatod őt. Jó? Ha lehet, akkor holnap. Ez legyen meg. Jó? És akkor a család intézi a pénzügyeket. Én ennyi, itt kiszálltam, velem soha nem is találkoztál. Amúgy... Egy ilyen pitű ügyes 48 órát akarsz ráadni, vagy 24-et? Igen, pont azért, mert hogy számodra ez semmiség, mert ennyire profi vagy, így kell csinálni, ez a mentalitás tetszik. Mi tudjuk, mi üzletemberek, fogjuk már össze egyszer, és iktassuk ki ezeket a cukcsigané 12 típusú embereket. Jó? Benne vagy? Jó van, ennél, akkor, haver, jó van. Jó, és esetleg nincsen másik út, hogy elintézd ezt az embert? Anélkül, hogy mondjuk kinyírnád, vagy kinyíratnád? Én a jogi útról jövök ide. Ők javasoltak téged. Azt értem különben más, hogy nem is találtál volna, meg ezért is bíztam benne, hogy egy megbízható, fontos ügyfelem lesz megérte, most. Azért, mert megértette, hogy ez nekem rossz. Aki adta nekem a tippet, hogy téged keresek, ő átérezte a problémám, ő együttérzett velem, és ez nekem fontos, hogy együttérzel ez egyáltalán? Hát most, hogy mondod, nem igazán érzek együtt ezzel, ugyanis én is eléggé szívlelem a zöld szint. Uh-huh. És hogy lehet, hogy most jobban tennénk, hogyha elválnának az útjaink. Megyünk, végeztünk itt. Amúgy felvettük az egészet, bazd meg. Föl van véve az egész kamerára. Ez mi? Kapd be! A kék szín a menüt. Menjünk. Kérlek, gyorsan, bazd meg. Hey! Bazd meg, ez egy fasz volt. A végén derül ki, hogy amúgy neki is a zöld szín a kedvence, vágod? Miután elmondom neki, kiöntöm neki a lelkemet. A vérig sértett, bazd meg a végén. Vérig sértett. Nem dolgozunk vele, megyünk innen, megoldjuk máshogyan. Senki nem akar nekem segíteni, baszki! Hova menjek, anyámhoz? Anyám már elég embert elintézett a kedvemért, szerinted hogyan kerültem oda, ahol vagyok? Kapcsolatok! Ez nem így működik. Nem tudom, mit csináljak. Komolyan mondom, a szemünk előtt lőtte le magát az egyetlen egy ember, aki segített volna ebben a problémában. Engem! Le akart vadászni engem! Az a csávó.
És most nincs köztünk, bazd meg. Mi a fasz legyen? Elmondom, mi lesz, jó? És tudom, hogy benne leszel, már csak azért is, mert tiszta vagy vele, hogy ez mennyire fontos a család érdekében. Az, amit még a stúdióban beszéltünk szépen, még egyszer elmondom neked. Ki lesz fizetve, menj oda szépen, ahol lakik, találd meg Cukcsi Ganét, jó? Egy-két hetet áldozz rá, kövesd ki, nézd meg, hogy mi van neki ott, milyen csontvázakat őriz a szekrénybe, oké? Okay? Találj róla valamit, aztán kezdjük el egy kicsit ezzel zsarolni, hogy legyen valami tényleg, oké? Okay? Benne vagy? Te segítesz nekem, nem haver? Nem. Nem, bazd meg. Nyilván nem segítesz te sem. Akkor szálljál ki a picsába! Akkor szálljál ki, bazd meg, megoldom magamnak! Hadd mondjak neked valamit még mielőtt kiszállnál a picsába! Hogy ez nem így működik! Tudod, hogy ki segít nekem, hogyha nem segít senki? A környezetemben is, a barátaim? Mi barátok vagyunk? Igen. Akkor miért nem segítesz? Azért nem segítesz, mert egy punci vagy, bazd meg. Elmondom, hogy ki segít nekem, a nézőim. Megmutatom nekik ezt a kibaszott jelenetet. Megmutatom nekik, hogy mennyire megsértettek, és igazat fognak adni nekem, mert legitimizálja a problémámat az, hogy meg vagyok sértődve. Úgyhogy szállják a picsába, majd a nézőimmel elintézetem a csávót az interneten. Rá fognak szállni, bazd meg, mint a poloskák a kutyára. Na, szállják a kocsimból, nem akarok látni sem a következő forgatásig, majd hívlak téged, de addig is kap be a családon belüli faszt. Unom. Megmondom őszintén, hogy ilyenekkel kell foglalkoznom. Elnézést kérek, ez a videó vágatlan lesz, de egyszerűen az internet az egy dolog, amin emberek akár név nélkül is ott lehetnek, és itt a YouTube-on vannak olyan, hát most nevezném őt nagyon szívesen alkotónak, de nem akarok nagyobb teret adni ennek a gyűlölködésnek, de vannak olyan arcai, hogy így fogalmazok, akik nem tudnak a jó ízlés határain belül maradni. Tehát van egy határ, amit nem kéne szerintem átlépni, és ez most nagyon-nagyon durván át lett lépve. Tehát szinte már azt mondom, hogy magas ugrásban lett világ első az, aki átugrott ezt a határt, és hát az, hogy megsértettek, az egy dolog, mert nyilvánvalóan az egyik legfontosabb, de az, hogy ez hogyan történt, és kitette, és hogy mekkorát csalódtam benne, csalódtam, ezt be kell vallanom, csalódtam. És tudjátok, hogy én nem ilyen vagyok. Tudjátok, hogy én mindig a pozitivitás irányába próbálom sarkalni az embereket. Tudjátok rólam pontosan, hogy milyen vagyok. Ismerjük egymást, ti ismertek engem. Tudjátok jól, hogy én nem szoktam negatívan nyilatkozni olyanokról, meg alapjáraton nem szoktam így rendet csinálni, meg ilyenek, hogyha nem indokol, de most ebben az esetben például nagyon-nagyon indokoltnak érzem, mert ez már tényleg sok volt szerintem, és hát nyilvánvalóan most eldönteti mindenki, hogy az adott influencer esetében ez mit árul el az adott illetőről? Hát lehet, hogy pár ember már tudja, de Cukcsi Gané 12-ről beszélek. Nem szeretném név szerint megemlíteni, de és nem szeretnék tényleg semmi olyan eszközhöz folyamodni, amit ő megtett, de inkább tudjátok, hogy inkább nézzétek meg ezt a részletet, ami kicsit kihozott a sodromból, és még egyszer elnézést szeretnék kérni, hogy ennyire ideges vagyok ebben a videóban, de ez tényleg szinte mások, de tudjátok, hogy döntsétek el, hogy itt van az eredeti jelenet. Láttam a Faminmaker Marci egyik videójában, hogy nála is vannak ilyen karácsonyfa égők a háttérben, ilyen, mondjuk azok kéken világítanak, hát azért az se rossz, de szerintem a zöld az szem. Nem tudom, hogy kell erről bármit mondanom, tehát, hogy név szerint meg vagyok említve, mint Faminmaker a karácsonyfa izzókkal, hát nem véletlen nincsen most semmilyen szín a háttérben. Ezek után már nem szívesen. Tehát egyfajta ilyen color shamingbe lettem belekergetve, ahol a kék szín elleni hadjárat lényegében a személyemen csattant. És nagyon-nagyon undorítónak tartom, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon undorító viselkedés. Fel vagyok háborodva, és köszönöm szépen annak a nézőmnek, aki elküldte ezt a jelenetet. Hát én Cukcsi Ganéről még nem hallottam ezelőtt, megmondom őszintén. Egy videóját nem láttam, de nagyon-nagyon gyorsan változtatnia kéne ezen a mentalitáson. Nem akarok bevágni tőle jeleneteket, nem akarom bevágni tőle azt a videórészletet, amin kiakadtam.
A leírásban lesz a teljes videója, még azt nem néztem meg, ott megtaláljátok, hogy ez melyik videójában hangzott el. Én nem mondok semmit, tehát hogy az, hogy ti ezzel mit kezdtek, csak nézzétek meg Cukcsigané 12-t is, hogy milyen undorítóan viselkedik itt az interneten. Ha javasoltok valamit neked, Gané, nézd, Gané, az internet az egy átok, és egy áldás is egyben, és én azt gondolom, hogy ide nem kell szakértői vélemény jelen pillanatban, mert annyira egyértelmű, hogy átlépted a határokat. De nyugodtan írjátok le tényleg kommentben, hogy ti erről mit gondoltok, hogy mennyire lépték át. Ez személy szerint engem nagyon megsértett. Egy kicsit megalázónak érzem ezt a színek szerinti megkülönböztetést hierarchikus rendben. Úgyhogy tényleg ez egy nehéz időszakom. Úgyhogy tudjátok rólam, hogy én ezt nem szoktam úgy csinálni, hogy indokolatlanul. Tehát, hogy van egy határ, ami kihozza ezt belőlem, hogy így beszéljek. Hát nem tudtam, hogy még lehet hova süllyedni ezen a YouTube-on, de Cukcsigané 12 az most bebizonyított, és úgy gondolom, hogy felelősséggel tartozik közszereplőként a nézői felé, hogy nem mond ki ilyeneket a videóiban, mert ez fáj embereknek. Ez rosszul esik, és a kérdés, leült egyáltalán sörözni azzal, akivel beszél? Leültünk mi sörözni együtt? Én nem emlékszem erre. Tehát nem is ismered azt, akiről ilyeneket mondasz, hogy nem kedveled annyira a kék színt, mint a zöldet. Nem is ismered. És mégis, ezen gondolkozz el. Ezen. Csapassátok erre a videóra a lájkot. 5000 lájk is. Nagyon meg vagyok sértődve, és 6000-nél már nem annyira. Köszönöm mindenki, osszátok meg mindenképp, és kérek titeket, osszátok meg az ismerősítekkel is, hogy nagyon megsértődtem, és hát Cukcsiganénak most szerintem az igazi arca az kiderült. Mondom még egyszer, nem ismerem az illetőt meg, hogy milyen videókat csinál, de leült velem sörözni, mielőtt megemlítette a nevemet? Én, aki az internetre készítek videót, leült velem sörözni? Hát nem hiszem. Hát nem hiszem, és ez egy nagyon nagy probléma. Fel vagyok háborodva, és ha te is, akkor kérlek, írd le kommentben, hogy ez téged is felháborított, és hogy ez már tényleg átment egy határon. Köszönöm az összes elfogult rajongómnak, hogy nézi a videóimat, és szopkodják a faszomat minden egyes kimondott szavam után. Ez nagyon jól esik nekem. Mivel Revolut már nincs, ezért támogathatod az étkezésemet azzal, hogyha a Volt futár alkalmazásban a Funmade Maker kóddal regisztrálsz be. 1000 forint kedvezményt kapsz az első rendelésed után. Felháborító. Felháborító. Ezen gondolkozzon el mindenki. Link a leírásban, és tényleg ott van, hogy mi volt az eredeti Cukcsigané csatornájára. Menjetek nyugodtan oda, és akkor legalább egy picit észhez térítitek, jó? Tehát sörözni. Az egy sörözés belefért volna előtte. Na jó, nem is húzom tovább a szót, mert Cukcsigané nem érdemel ennyit. Tehát az, amit ő csinál a YouTube csatornáján, az, hogy utálkozik meg ilyenek, az nem érdemel ekkora figyelmet, és most megadom neki, úgyhogy nem adom meg neki. Úgyhogy itt most befejezem ezt a videót. Felháborítónak tartom. Kérném a nézőimet, hogy viselkedjenek felelősségteljesen egy ilyen szituációban, és keressenek meg mindent a csatornáján, ami utána esetleg alátámasztja az én narratívámat. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. 2020. Hova süllyedünk? Wow! Csicska! Remek! Nagyon ügyes vagy! Végignézted ezt a videót. Miért gondolod, hogy ez egy teljesítmény, hogy végignézel egy videót? Azt hiszed, hogy neked ezért jár valami? Normi. Hogy majd itt fogok gratulálni, tapsikol, vagy ügyes vagy, megnéztél egy videót! Tessék, hogy erre vágytál, akkor most megkaptad, gratuláltam. Na, de térjünk a tárgyra!